Blaha Louisiana énekesnője Barbie heteket töltött el Amerikában, de hogy mit csinált a tengeren túlon, mi mindent látott, miért érdemes oda mennünk, azt a Drive magazinnak most elmesélte. Az utazásunknak a fő célja az az volt, hogy Nashville-be mentünk stúdiózni a barátommal, Aaron Andrissal, aki a következő szólólemezét rögzítette Derek Cartennel, aki egyébként olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Taylor Swift vagy Brittany Howard, és egy fantasztikus emberről van szó, és azon a lemezen van két duett, úgyhogy kénytelen volt engem is magával vinni. Úgyhogy ha már volt ez az apropó, akkor úgy döntöttünk, hogy volt két hét Nashville-ben, ahol igazából a zene miatt mentünk, és ott dolgoztunk, nyilván megnéztünk egy-két dolgot, például a Johnny Cash Múzeumot, ami szerintem zseniális volt, meg Nashville azért elég könnyen körbejárható, ott is mindenhol kocsival kell menni, de ott nincs annyira sok látnivaló, mint mondjuk Los Angelesben vagy New Yorkban, de nekem egyébként ez volt a kedvencem, és nagyon szerettük, és utána még úgy gondoltuk, hogy elmegyünk még 10 napra Los Angelesbe, és 10 napra New Yorkba, hogy ha már ott vagyunk, ilyen messzire elutaztunk, akkor nézzünk meg mindent, amit tudunk. Nagyon sűrű egy hónap volt, és ahhoz képest, hogy mennyi mindent lehetne megnézni, nagyon kevés dolgot láttunk. Mi úgy szeretünk utazni, hogy úgy nézelődünk, sétálgatunk, megpróbáljuk átvenni a helynek a szellemét, és nem pedig annak a híve vagyunk, hogy így mindenhova is mindenképpen menjünk el, és nem alszunk egy hónapig, de mindent lássunk, mert azt úgy mi nem tudjuk élvezni, úgyhogy elmentünk Los Angelesben, megnéztük az ilyen fő látványosságokat, de nekem ami a legjobban tetszett, engem a természet érdekelt ott, én nagyon szeretem a szintkülönbségeket, és nekem régi bakancslistás vágyam volt az, hogy a Big Sur Coaston végig menjünk autóval, úgyhogy el is jutottunk a felig, meg kedves barátaim laknak San Luis Obispo-ban, ami kb. 3,5 óra Los Angeles-tól, inkább 4. És akkor ott végigvezettünk, így átmentünk Santa Barbarán, Malibu-n keresztül, felmentünk egészen San Luis Obispo-ig, ami egy csodálatos hely, szóval a nyugdíjas éveimet azt nagyon simán el tudnám ott képzelni, tényleg gyönyörű természet, nagyon-nagyon kedvesek az emberek, és hát az ott zseniális, ott már egy picit ilyen hegyvidéki batáj, de még ugyanúgy megvan az a pálmafás meleg kaliforniai hangulat, és akkor onnan még felmentünk a Ragged Pointig, ahol lehet látni az oroszlán fókákat a parton, meg ott már tényleg nagyon nagy a szintkülönbség, és végig tudsz autózni a szakadéknak a szélén, az egy zseniális élmény volt. Sajnos egészen San Franciscoig nem mentünk fel, úgyhogy ez a következő terv, hogyha eljutunk oda, akkor azt mindenképpen úgy fogjuk csinálni, hogy elmegyünk San Franciscóba, és akkor onnan lejövünk. És aztán pedig átmentünk New Yorkba, ahol én már 2015-ben eltöltöttem egy hónapot, és nekem nagy szerelmem New York, szerintem nagyon romantikus az a város, és nagyon inspiráló nekem az a hely, és az volt a szerencsénk, hogy pont Halloweenkor voltunk ott, ami ott nyilván Amerikában egy hatalmas nagy dolog, és iszonyatosan cuki volt, minden fel volt díszítve, kisgyerekek mentek a kis cukorkákkal a városban éjszaka, találkoztunk ott, él ott egy pár barátunk, úgyhogy nagyon jó társaságban, és nagyon jó hangulatban telt az egész, és akkor ott is megnéztünk olyan látványos amiket Andris még nem látott. Szerintem attól függ, hogy mi az, ami kihagyhatatlan, hogy mi az érdeklődési kör. Én nagyon szeretem a New Yorkban játszódó filmeket, úgyhogy én a Central Parkot azt nagyon szeretem, szerintem az csodálatos, főleg ősszel, amikor már nincs az a nagyon meleg, ugye azért érdemes New Yorkkal kapcsolatban azt tudni, hogy ott nyáron a sok épület miatt annyira bent ragad a párás meleg levegő, hogy olyan, mintha ilyen hőlégfúvóval melegítenék az utcákat, szóval én inkább az ilyen őszi és késő tavaszi időszakot javaslom a városnézésre New Yorkban, és hát ez gyönyörű volt, hogy sétáltunk a Central Parkban, ott vannak a kis mókusok, és a sárga leveleket fújja át a szél, meg a Wall Street környékén ott lent, azon a Manhattannek azon a részén, pedig az nagyon szép, hogy ahogy visszaverődik a napsugár az épületekről, olyan, mint hogy egy hatalmas nagy stúdióban mászkálnál, mint hogy egy díszletben mászkálnál, és ez nagyon furcsa, hogy ott mindenki nagyon céltudatos, mindenki nagyon gyorsan megy, és rengeteg ember van. Nekem az talán már egy kicsit sok is, de így turistaként nagyon élvezetes belecsöppenni abba a hihetetlen mozgalmas környezetbe.
És hát ugye ez két külön pólusa Amerikának, hiszen a nagyon mozgalmas New York és a kicsit csillesebb és nagy területen elterülő Los Angeles. Hogyha most először választanunk kéne turistaként, akkor a kettő közül te mondjuk mit javasolnál nekünk? Szerintem ez nagyon, nagyon beállítottság kérdés, hogy kinek melyik tetszik. Én nagyon szeretem azt az éghajlatot, ami inkább a nyugati oldalon van, és a természet az engem ott sokkal jobban megfog, viszont Los Angelesben az nem tetszett, hogy nagyon-nagyon sokan vannak ott, és ahhoz képest, hogy hozzá vagyunk szokva itt a kis európai környezetünkhez, hogy bárhol sétálsz az utcán, és van egy tempód, ott azért kocsi nélkül nem jutsz el A-ból B-be. Túl nagy, túl sokan vannak, nyilván ott is van olyan időszak, amikor túl meleg van, és az abszolút nem tetszik benne, hogy nagyon elkülönülnek a társadalmi rétegek, és ez engem inkább a szorongást keltette fel bennem, mint sem az, hogy így hú, de jó flash itt lenni. Szóval ez annyira nem tetszett benne, viszont maga a környezet, meg ugye zeneileg is azért az egy olyan epicentrum a világnak, hogy ott nagyon sok minden történik. Úgyhogy meg is beszéltük, hogy Los Angelesbe úgy lenne érdemes visszamenni, hogy ott van valami olyan zenei cél, amiért oda megyünk, és mellette még van egy kis időnk, és akkor meg lehet nézni még egy-két dolgot, mert például a stúdiótúrák azok most egyáltalán nem is fértek bele, és biztos, hogy még több időt töltenénk el a természetben, hogy rengeteg nemzeti park van, amit érdemes megnézni, csak ezek annyira messze vannak, hogy akkor inkább egy ilyen road trip-et kellene csinálni egy kis busszal, és ilyen 3-4 napot maradni ezeken a helyeken, és úgy körbeutazni azt a részt.